Mint ismeretes, a Kőbánya Kispest a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja. Itt van a 3-as metró felújított déli végállomása, számos vasútvonal közbenső állomása, illetve végállomása, számos BKV és volánbuszjárat végállomása és közbülső megállója. Itt található a közvetlenül a Liszt-Ferenc repülőtérről érkező busz végállomása is, ezért sok külföldről érkező turista is áthalad a csomóponton. Ehhez képest a vasútállomáson a fővároshoz méltatlan és áldatlan állapotok uralkodnak. Már egy kisebb eső után is megáll a víz a perontetőkön, hogy később az utazók nyakába zúduljon. Sőt, az állomás közepén sokszor kikerülhetetlen, bokáig érő tócsákat okoz az esőzés. A mozgó lépcsők nem működnek, miközben a lépcsők is már jó ideje elfogadhatatlan állapotban vannak. A Kőbánya-Kispest vasútállomás óta teljes rekonstrukcióra szorul. Teljes egészében fel kell újítani az utasforgalmi épületeket, a gyalogos felüljárót. Halaszthatatlan az új lépcsők és mozgó lépcsők építése, az akadálymentesítés biztosító liftek beépítése, a peronmagasítás, a peronok burkolatának felújítása. Ismereteim szerint a rekonstrukcióra már kiírták a pályázatot. Ezért a kérdéseim arra irányulnak, hogy megkötötték-e már a szerződést a kivitelezőkkel, mikor számíthatnak a kőbányaiak, a kispestiek, a fővárosiak és a külföldiek arra, hogy a Kökin végre normális állapotok uralkodnak. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Tasó László államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, elnézést, hogy háttal mondom el a válaszomat. A MÁV ZRT a Kőbánya-Kispest vasútállomáson fennálló problémás helyzeteket két lépésben fogja megoldani. Első lépésben a sürgős beavatkozásokat teszi meg, amelyek szükségesek és azonnali intézkedéseket igényelnek. A második lépésben pedig végrehajtja azt a beruházási programot, amely a közopos-ikopos források segítségével valósulhat meg. Ennek keretében az utasforgalmi épületeket felújítjuk, a gyalogos felüljárót teljesen felújítjuk, az új lépcsőket és mozgó lépcsőket építünk ki, és megépülnek az akadálymentesítés biztosító liftek is. Ezen kívül még a 100-as vonalnál a 35 cm-es magasságú peront 55 cm magasra építjük meg, ezzel teljes egészében komfortossá tesszük a közlekedés ezen részét is. A programra vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, november végén várható a szerződéskötés, és ekkor a MÁV be tudja ütemezni a programot úgy, hogy 2018 nyáron tudjon hozzákezdeni a beruházáshoz, és 2019 végére tudja ezt befejezni. Ellenben, amit mondtam is, azokat a lépéseket, amelyek azonnali szükségességgel bírnak, azokat megkezdték már. November elején a MÁV elkezdte javítani a felüljárót, az acéltartó szerkezeteket, és azokat a lépcsőkorlátokat is kijavítja, amelyek balesetveszélyesek. Ami még nagyon fontos, 1980-ban adták át a Kökit, március 1-én, és azóta nincsen tisztázva néhány vagyonjogi helyzet. Ennek a befejezésé szükséges ahhoz, hogy a biztonságos működés feltételrendszere teljes egészében meglegyen. Tehát két lépésben lépünk, az első az azonnali beavatkozása, az életveszély elhárítása miatt, és ami igényli az azonnali felújításokat, a másik pedig a program végrehajtása, amely 19 őszére végére várható. Ami fontos most is, mint hogy korábban már, amit elrontottak, azt rendbe rakjuk, és korszerű körülményekkel tudjuk majd fogadni az utazóközönséget. Köszönöm szépen a figyelmüket!